Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! A következő 20 percben az Okt Ubuntu Remix Tervek című előadást szeretném, hogyha közösen alakítanánk, ugyanis itt egy koncepciót, egy tervet szeretnék bemutatni, amiben szeretnék az itt lévők és a egyébként szabad szoftvert használók segítségére nagyban számítani. Nézzük az inspirációkat! Az elmúlt két évben engem ért az a szerencse vagy szerencsétlenség, hogy az Ubuntu érettségi remixet az oktatási hivatal hosszú és egyre növekvő kívánság listája szerint összerakhattam. Ugye korábban ezt következő adótársam Torma Hajnalka végezte, aztán átpasszolta sikeresen rám. Nagyon sokat tanultam belőle, nagyon sok zsákutcába belefutottam, illetve nagyon sok olyan dolgot átéreztem, amiatt néhányan még így óckodnak a Linuxnak a felhasználásától. Viszont mindegyikre találtam is megoldást, úgyhogy ezeket sem szeretném megtartani magamnak, hanem jó lenne, hogyha eljutna másokhoz is. Ahogy ezen így gondolkodtam, az első, ami nekem is eszembe jutott, hogy de hát létezik egy Edubuntu nevű disztribúció, Ubuntunak ugye egy testvér változata. Ránéztem tegnap este, 14.04.2-es a legfrissebb kiadása, és ugye ez egyértelműen a tengeren túli disztribúciók közé tartozik, tehát az ottani oktatási rendszerhez megfelelően mindenféle hasznos és szerintem az oktatáshoz is haszontalan komponensből van összerakva. Illetve én magam is használom az oktatás során a munkahelyemen az Ubuntu Remixet, és hát az alaptelepítés után azért nem kevés testre szabás szokott következni, még a helyi sajátosságokat, különlegességeket, egyebeket beállítgatni. Idén is, ha valaki figyelte itt az érettségi körül, a emelt érettségi körül a szoftverlista változásait, akkor most volt egy rendkívüli frissítés, itt decemberi-februári időszakban, bár ugye augusztus 31-jel ki kell adni a szoftverlistát, mégis bele kellett nyúlni a Windowsos és az Ubuntus disztribúcióba is, tehát a Windowson is változott a szoftverlista, illetve az Ubuntun is, már hogy kiderült, hogy a 5.1.4-es LibreOffice-ban volt egy apró kis bug a PowerPoint-ba. Ha beállítottuk a áttűnést, animációt, akkor kifagyott. Ez egy elég alapvető követelménye az emelt érettségén, hogy áttűnéseket beállítsunk a prezentáción, és bevalljuk őszintén, hogy a tesztelésnél ilyen alapvető funkciókat nem teszteltünk kellő mélységgel. Tehát ez épp olyan, hogy egy writerbe sem nézem végig, hogyha félkövére állítok döltre, vagy döltről aláhúzottra, vagy csökkentem a behúzást és közben, tehát nem lehet minden kombinációt lefedni. Ezért kellett egy frissítést elvégezni benne. Aki követte, az talán ismeri ezt. Elgondolkodtunk, illetve folyamatosan gondolkodunk rajta, hogy ennek az érettségi remixnek mi legyen a jövője. Ugye eddig LTS-ekre támaszkodva két évente adtunk ki egy-egy újabb érettségi remixet, de hát megint csak figyelve a szoftverlistán a lábjegyzeteket, már előre jelzik, hogy például mely szoftvereket fognak kivezetni erről a szoftverlistáról, és akkor egy csomó kérdés felvetül, hogy ha ezt mi két évente frissítjük, akkor mi egy más tempót diktálunk, vagy hogy is lenne ez jó. Ugye az OH-nak a követelményrendszere itt a szoftver komponensek terén folyamatosan változik. Vannak a Windows-os szoftverlistából levonható trendek, amiket követni kéne, nem kéne követni. Ezen is érdemes lenne hosszasan elgondolkodni, hogy mennyire lenne az az igazi, hogyha egy saját Linux-os szabad szoftveres vonalat adnánk, illetve mennyire kéne mondjuk a Windows-os trendeket is valamennyire követni, vagy valamennyire reagálni rájuk, hisz mégiscsak, ha valaki ezt választja érettségén, akkor ő valószínűleg hozott valamilyen ismereteket. Mert azért a középiskolában sajnos még elég erőteljes többségben csak a Windows-os ismereteknek az oktatása van. Több helyen megjelenik már, hogy kicsit szélesebben lássa az érem mindkét oldalát a diák, illetve egészen kevés iskolában tették le nyíltan és bátran a voksot mondjuk a szabad szoftveres megoldások terén.
Pont azért kértem itt Hanit is, hogy az előadás, hogyha belefér egy előadás itt a konferencián, akkor én szeretném a hallgatóságot egy közös gondolkodásra meghívni, és biztosra veszem, hogy ennek, ha most is lesznek ötletei, gyümölcsei, de biztos, hogy valamilyen fórum vagy valamilyen információ összegyűjtés az FSF.hu alapítvány által biztosított hátszéllel lesz, és remélem, hogy nem egy érettségire koncentráló remixet adhatunk ki az idei év, ugye augusztus 31-ig meg kellene a következő évi disztribúciónak, hanem egy olyan szoftvert, amit minden olyan iskola, aki már használja a Linuxos szoftvereket, vagy nyitott lenne felé, az lehetőleg egy minél készebb terméket kapjon. Ágazati informatika érettségin megjelent ugye a hálózati ismeretek számon kérése, aki tanít ilyen területen, tudja, hogy itt a Packet Tracer szimulációs szoftver lett megjelölve egyetlen egy alternatívaként. Ennek a Windowsos megoldás, a Linuxos megoldása az elég érdekesre sikerült, és akkor itt néhány tapasztalatot szeretnék megosztani, hogy miért gondolom azt, hogy sokkal jobb ennek közösen alkotni valamit, mint hogy én teszek bele sok-sok-sok-sok éjszakát. Ugyanis gyönyörűen fel lettek telepítve a komponensek az Ubuntu Remixnek a bildelés előtti változatába. Ugye kötelező az ágazat érettségén grafikus felületen programozni, tehát eleve le kellett szűkíteni a fejlesztő környezeteket azokra, aminek van megfelelő felhasználóbarát GUI-s támogatása, mert egyébként az OH visszadobja. Tehát őket nem érdekli, hogy mennyire fapados, mennyire könnyen van nehezen lehet dolgozni, viszonylag elég szögletesen értelmezik a jogszabályokat, tudja, nem tudja, pipa, x. Ha egy x is van, akkor az egészet visszadobják. Tehát ott már elve kellett csinálni egy szűrést. Én magam is csak néhány ilyen fejlesztőkörnyezetet ismerek. Ha bárki tud olyan fejlesztőkörnyezetet, amit lehet, hogy kevesen használnak, de nagyon jó, jó vele tanulni, sikereményt ad a diáknak, egyszerű, akkor ezeket is szívesen vennénk, mint javaslat. Tehát beállítottunk szépen mindent, Qt Creator kapcsán ugye föl kellett tennünk egy ötös környezetet. A Packet Tracert nem engedték beletenni az ISO-ba, mert hogy az egy kereskedelmi szoftver, és a Cisco ez nem járult hozzá. Ez utólag adtak ki egy útmutatót, hogy hogyan lehet beletelepíteni. Ez itt teljesen szép és jó volt, csak hát a bildelés kapcsán olyan csomagfüggőségek alakultak ki, amelynek következtében a Packet Tracer nem megy föl Linuxos telepítővel, a kész ISO, az image-ből felrakott érettségi rendszerre, úgyhogy megmosolyogtató, de egy Wine-on keresztüli Packet Tracer telepítés lett. Én a lehetőségeimhez képest a tőlem tehető legnagyobb terheléses próbával, teszttel próbáltam igazolni, hogy egy stabil rendszer, és a neten hitelesnek, számomra hiteles forrásokból is ez jött vissza, hogy ez egy teljesen stabil megoldás. Azért érezzük, hogy ilyen szabad szoftveres szemszögből is nézve ez egy viszonylag kényszerhelyzet volt, de hát valamit ki kellett találni, különben az egész Ubuntu érettségi remixet dobta volna vissza az OH, és vonta volna meg az érettségiztetés lehetőségét. Nálunk, én a Pataki Informatikai Szakközépben tanítok, nálunk is van minden évben emelt érettségi vizsga. Idén már megkaptam a telepítendő gépeknek a listáját, illetve a rendszergazda már megsúgta, hogy idén fővárosi környezetben, ha jól tudom, akkor négyen választották az Ubuntu érettségi remixet emelt szinten, vagy a Linuxot, és ebből a négyből négy Ubuntut kért, tehát azt gondolom, hogy itt bár három disztribúció választható az érettségim, a statisztika eddig eléggé azt mutatja, hogy a diákok az Ubuntut részesítik előnyben. Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit többletfelelősséget ró ránk, illetve jelenleg rám, mint a Remixnek a készítője, de ránk is, mint a szabad szoftverben hívő felhasználókra és tanárokra, hogy akkor próbáljuk meg még jobban úgymond alájuk tenni a rendszert. Jó lenne, hogyha az iskolának az évközi igényeit is már elve tartalmazná a csomag. És akkor itt várnék majd minél szélesebb körben visszajelzéseket, hogy ha valaki használja és fölrakja, akkor ő mivel kezdi? Mi az a 10-20 alkalmazás, mint kapásból hozzárak? És megint mondanék egy saját példát. Annó én a
géptermemben megcsináltam azt, hogy szépen a Likewise nevezetű csomag volt az, ami biztosította azt, hogy én Windows Active Directory tartományba be tudtam léptetni az Ubuntu Desktop klienset, és akkor azok a kollégák vagy diákok, akik ragaszkodtak a házadi felhasználóhoz, azoktól ki lett húzva a méregfog a támadások terén, hogy tessék, be lehet jelentkezni, működik, használhatod. Szépségében az, hogy a Likewise projekt is úgy néz ki, hogy vagy jegelve van, vagy teljesen jelenleg tetsz halott, vagy halott állapotban van. Ezt nem volt időm elég mélyen a formokból kibányászni, hogy ez most mennyire véglegesnek szánt nullázása a projektnek, de sajnos ez az út, ez úgy néz ki, hogy járhatatlan lett, és a 14.04-esen megszűnt a kompatibilitás is. Tehát 16.04-en már nem sikerült ezzel megoldanom. Itt megint bárhol van egy olyan jó gyakorlat, ami akár saját scriptre építés szívesen megosztja másokkal, és beszállnak még jó néhányan a tesztelésbe, visszajelzésekbe, az egy nagyon nagy presztízst adna nekünk az oktatási hivatal felé, hogy nem évek múlva és nem részlegesen reagálunk a felmerülő dolgokra, hanem két hét múlva vagy két hónap múlva, attól függ mekkora a feladat, prezentálunk egy stabil, jó, működő megoldást. A már említett évközi frissítésnek is az volt a háttere, hogy vannak olyan kollégák, akik napi szinten használják ezeket a rendszereket, és eljutott hozzánk az üzenet egy kollégától, hogy a diákokkal csinálják a nem tudom, 2000 akárhanyas érettségi feladatot, és a prezentáció feladatnál belefutottak egy olyanba, hogy, és 10-ből 10-nek kifagyott. Ő hazament délután, megnézte másik két érettségi feladatnak a prezentáció részét, és ott is kifagyott. És akkor ezt jeleztük az OH felé, a megfelelő kapcsolattartó felé, akkor ők szóltak a Windowsos kollégának, aki annak az összerakásért felelős, ő ugyanezt a verziós számot jelölte meg a Windowson, mint LibreOffice, nála ugyanezt történt. Tehát akkor így viszonylag rövidre zártuk, hogy a adott 1.4-es sorozatban volt egy ilyen bug a LibreOffice-ban. Ezt tesztelgettük föl le különböző verziókkal, és akkor meg kellett valósítani menet közben egy ilyen cserét. És ha jól emlékszem, akkor sajnos még mindig nincs kint az OH-n ennek a frissítésnek a leírása, pedig én lassan másfél hónapja beküldtem, és tőlem elfogadták, tehát valamiért még nem tették ki ezt a végleges megoldást sem. Illetve hát ne feledjük, hogy a tanárságnak az egyik oldala ugye az, hogy felkészítjük őket valamilyen vizsgára vagy követelményrendszer mellé, de azért gondolom ebbe egyetértünk, hogy a legtöbb sikerélményt vagy a sikerélmények egy részét azért az ezen túlmutató tehetséggondozásban szoktuk felelni, amikor néhány diákunk példamutató szorgalommal és témakörökben való elmélyedéssel sikereket ér el, motiválja önmagát, motiválja társait. Úgyhogy tehetséggondozás kapcsán is felmerül a kérdés, hogy milyen olyan kerettanterven, NATO-n akármint túlmutató dolgokat javasol a rendszert egyébként használó tanárok, felhasználó kollektívája, amit érdemes lenne ebbe beleépíteni. A tervek kapcsán én kétfelé szedtem ezeket a követelményeket, aminek meg kell felelni. Vegyük az egyszerű falatot, ezek a jól dokumentált követelmények. Nem olvasnám fel a diát, mindegyiknek van jogszabály vagy bármilyen más határozati szinten egyfajta leírása, milyen követelményeknek kell megfelelni, ezt a részét viszonylag könnyű kipipálni. Bár halkan elmondom, hogy például a LibreOffice-ban is a logó az nem tudom alapból benne van-e vagy telepíteni kell, benne van már, jó, akkor ez mínusz, de egy csomó olyan plusz dolog van, amit egyébként ugye egy kapásból hozzá szoktunk tenni, mert jobb, mert ezt is tudja. Mert ugye nagyon jól tudjuk, hogy a követelményrendszerek azok arra vonatkoznak, hogy mi lesz a vizsgán visszatkérve. De a gyakorlati életben a hasznos ismeretek azok mindig jelentősen túlmutatnak a visszakérésre definiált követelményrendszereken. Iskolánkban működik LCD vizsgaközpont is. Amikor én ezt egy kollégámtól átvettem 4-5 éve vizsgaközpont vezetését, akkor az első dolgom az volt, hogy a NJST felé jelezzem, hogy nálunk igenis Ubuntun is lehet LCD-vel vizsgázni. Hát azóta két Ubuntus LCD-vel vizsgát sikerült 5 év alatt lemenedzselnem. Itt is, ha bármelyik iskolában mondjuk használják stabilan a Linuxot, és náluk nincs LCD-vel vizsgaközpont, vagy a közelben nincs olyan vizsgaközpont, ahova el lehetne menni vizsgázni,
akkor nem feltétlenül a patakiba akarom lejtetni minden egyes LCD vizsgázó felé a pályát, hanem azért remélhetőleg vagy nem csak mi vagyunk, vagy nem csak mi leszünk olyan LCD vizsgaközpontok, akik bevállalják azt, hogy lehet náluk vizsgázni. És ennek is lenne egy üzenetértéke, hogyha ugye megint kereslet, kínálat. Ha diákok szeretik, megszeretik, használják, és ha ő erre akarna, ezen akarnak vizsgázni, akkor a kereslethez, a túloldalt a kínálatnak, vagyis az LCD vizsgaközpontoknak, a szoftver, választható szoftver komponensek összeállításánál, vagy szoftverek összeállításánál alkalmazkodni kellene. És ráadásul ez pont egy olyan dolog, aminek még költségvonzata sincsen. Tehát ez semmilyen többletköltséget nem jelent, hogy egy LCD-el vizsgaközpont vezető azt mondja, hogy nálunk Ubuntu-n is lehet vizsgázni, egyszer kell legrosszabb esetben egy multibootos Ubuntu-t mellé tenni, vagy egy cserélhető Winchesteres, vagy igazániból egy live rendszer is az LCD-el vizsgához követelménynek teljesen jó lenne. Tény és való, hogy a live rendszernek azért vannak olyan veszélye, ami egy vizsgakörnyezetben nem biztos, hogy bevállalhatóak. Tehát ugye egy újraindítás esetén, vagy bármi esetén ugye ott lehetnek problémák. Bár azért erre is lehetne megoldásokat találni, de azt gondolom, hogy akinek ez fontos és használja, azonnak valószínűleg nem esel a karikagyűrű az ujjáról, hogy mellé telepítsen, vagy biztosítson bármilyen módon egy stabil felületet más rendszer választásához. Versenyekből is felsoroltam néhányat, tökéletesen le vannak definiálva a versenykiírásokba, mikre lehet építeni. Mindegyik több éves vagy évtizedes múlttal rendelkező verseny, tehát látjuk, hogy azért mik a tendenciák. És hát a másik része, ami azt gondolom, hogy túlmutat rajtam, amit egyedül nem tudok, vagy néhányan nem tudunk megcsinálni, hanem csak sokan együtt, ezek a nem dokumentált követelmények. Tanórai szoftverek, szakkörök, tehetséggondozás, vagy olyan dolgok, ami, ha nincs is benne a kerettantervbe, de azért megmutatjuk, hogy ne féljen a Linux-tól, hogy másnak meg tudja mutatni, ha 2 perce van, 2 percben, hogy szerintem miért jó a Linux, miért vonzó neki, vagy ő miért használja. Tehát biztos, hogy akár egy Vine-t, akár olyan dolgokat beletenni, amelyek, ha nem is szeretjük annyira, de ilyen nélkülözhetetlen mézes madzagok, úgymond, hogyha szeretnénk megmutatni a csak Windows látott felhasználóknak, hogy ez is van. Tudom, hogy ezek tervek, tudom, hogy ebben van egy csomó ilyen merjünk nagyot gondolni dolog, de az is sok helyen már nagy előrelépés, hogyha egy-egy témakör végén csak lecsippentünk mondjuk 4 órát a szövegszerkesztéses 4 hónap végéből, vagy 2 alkalmat, és azt mondjuk, hogy legalább az egyik feladatot csináljuk meg LibreOffice-on is, láss egy olyat is. Hogy az sem harap, az sem rúg, az sem csíp, azért, mert nem Microsoft, hanem mondjuk LibreOffice, ugyanúgy meg lehet benne csinálni, és biztos én megvillantanék egy-két dolgot, hogy nézd ezt is tudja, amit az nem, nézd ez ebbe könnyebb, ami ott nem, meg van egy-két ilyen fogalmi dolog, tehát például aki Word-ös logika mentén elkezdi az oldalbeállításokat keresni a LibreOffice-ba, az kudarc. Tehát ugye teljesen más logika mentén van fölépítve, de itt megint vissza lehetne még egyen lépni, hogy nem Word-öt kéne tanítani, hanem szövegszerkesztést. Azokat a fogalmakat, ami megállja a helyét a Word-ben, a LibreOffice-ban, az OpenOffice-ban, a StarOffice-ban, a sorolhatnám. Tehát nem kéne ennyire kötődni egy-egy szoftverhez. Mondom én, aki most egy szoftver mellett lobbizak, ugye? Tehát én azt szeretném mindenkitől kérni, hogy ha picit tovább gondolja magába, hogy ő mit lát ebbe, vagy akár mit tudna ebbe ötlettel bármivel hozzátenni, akkor majd figyelje a konferencia weboldalát, és nagyon remélem, hogy így az FSF-fel felkarolva lesz valamilyen felület, fórum, levlista, valamilyen visszajelzés arra, hogy ki szerint hogyan lehetne ezt a projektet megvalósítani, hogy ne csak álom maradjon. Én merek nagyot gondolni, és merem azt mondani, hogy a következő idei júliusi remix az valamennyire már nyitni fog ebbe az irányba. Persze vannak problémák, mert mit tenni LCD-ből egy ketkemes modulnak, nem tudom, hogy van-e bármilyen free-kedes olyan változat, vagy open-kedes változat, ami a követelményeknek megfelel. Aki ilyeneket tanít és használ ilyen szoftvereket, az sokat tudna ebbe segíteni. Tehát én mindenkit közös gondolkodásra hívok, és köszönöm szépen a figyelmet.